estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Új évadra készül a Vörösmarty Színház, volt egy remek sajtótájékoztató, kiváló hangulatban ismerhettük meg, hogy mi a terv. Nos, hát én azt tudom mondani, hogy rendkívül érdekes évad elé nézünk, hála Istennek távolodóban van a középszer, már réges-régen eltávolodtunk tőle, mondhatom, a komfortzóna uralma, de hát tudjuk, hogy a langyosokat kiköpi az úr. Tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost. Jó estét kívánok. Igazgatóként és természetesen rendezőként is. Nos, hát azt hiszem a sajtótájékoztatóról beszámoltunk ugyan, de érdemes kicsit hosszasabban beszélni arról, hogy mi minden vár a színház rajongókra, hiszen kezdjük talán egyből a nagy színpaddal, hiszen egy olyan vígjátékkal indul az évad, a műfaj klasszikusa, ugye Molnár Ferenc játék a kastélyban, amelyet te magad rendezel. Így ez van. Egy kihívás. Vagyis, bocsáss meg, elfelejtettem mondani a legfontosabbat, új tekintettel a régire. Ez egy fantasztikus beköszönés volt. Köszönöm szépen. Szeretem Meyringnek ezt a mondását, ami ugye teljes egészében úgy hangzik, hogy ahelyett, hogy régi tekintettel néznék az újra, inkább nézem új tekintettel a régit. Ez nekem végtelenül megtetszett, és nagyon megszívlelendő szerintem mindenkinek, aki kultúrával foglalkozik, meg egyébként is. De ettől függetlenül, visszatérve most már konkrétan az évadra, a minden évad műsortervének kialakításakor van köztünk egy kis vita, hogyan kezdjük az évadot, sírjunk vagy nevessünk. És ugyanez a végén is, hogyan fejezzük be, komoran vagy vidáman. Abban aztán általában hamar dőlőre jutunk, hogy azért azt jó mosolyogva befejezni az évadot, na de hogyan kezdjünk? A drámát azt kezdjük az elején, nem, vidáman kell kezdeni. Végül is a vidámságpártiak győztek, magam is ezek közé tartozom, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a Vörösmarty Színház évada az általában mindig egy nagyon erős konszenzuson alapul. Így történt ez idén is. És amikor azt mondtuk, hogy jó, persze, akkor kacagjunk, kezdjük vidáman az évet, hát de mivel? És tudod, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, mert vígjátékban nagyon széles a spaletta. Vannak benne olyan kínálat, amelyek klasszikus darabok. És nem nevetünk rajtuk már annyit, vagy pedig van a commerce, és a commerceből van dögivel. És szeretnénk tulajdonképpen értékes darabokkal nevettetni az embereket, és így esett aztán a választás a Játék a kastélyra. A Játék a kastély, hát édes Istenem, talán több mint 25 nyelvre lefordították. Egyszer pár évvel ezelőtt jártak itt nálunk a Molnár Ferenc jogörökösei, és ők elmesélték, hogy gondoljuk el, hogy a világon nincs olyan este, hogy valamelyik országban ne Molnár Ferenc színdarabra menne föl a függöny. Ezt ők számokkal tudják igazolni. Hát ennek valami oka csak van. De valamit nagyon tudott ez a Molnár Ferenc így a század elején. A Játék a kastélyban az pedig egy olyan végtelen szellemességgel megírt színdarab, amelynek az erényeiről nagyon sokat lehet beszélni, de hagyd tegyek itt valamit hozzá ehhez a választáshoz. Az ember szereti, ha jól érzi magát a közönség, szereti, ha vidám, de mi a vidámság kulcsa? Mitől mosolyognak az emberek? Vannak érdekes helyzetek, érdekes poénok, nagyon sokszor egy mértékig a durvaságon is képesek vagyunk nevetni, vagy a trágárságon, kinek-kinek az ízlését válogatja, de van valami, ami valahogy kihalóba lévőnek tűnik, és ez a szellemesség. Tehát, hogy és a szellemesség az több, mint egyszerű poén. A szellemesség az egy irónia, amely iróniába az önirónia, az önmagunkról való nevetés, a saját magunkat nevetségessé tenni való képesség, a önmagunkat való kritikus szemlélet ugyanúgy beletartozik, mint a világ ironikus szemlélete. És hogyha ezt a szellem finom humorával tudjuk fűszerezni,
akkor mondhatjuk talán azt, hogy szellemesek vagyunk. Na, ezt a szellemességet tudta Molnár Ferenc, és szerintem az emberek szívesen hallgatják ezt a fajta szellemességet. Igen, hát a mesemondás virtuóza mindenféle értelemben, és ráadásul elegáns is. Így van. Tehát nem csak önmagában szellemes. Hát én érdeklődéssel várom, ugye nagyon sokat láttuk, tehát itt, ha nem is Fehérváron, de aki jár színházba, az bizonyosan látta, tehát ez nagyszerű lesz. Aztán jön egy Shakespeare remek mű, a Rómeó és Júlia. Ugye tudjuk, te magad is nyilatkoztad, hogy mindez idáig a Shakespeare sorba azért nem került be, mert kellett nekünk egy Rómeó és kellett egy Júlia. Igen, ez így van. Lear királyt persze, hogy eljátszottuk, mert itt volt a Cserhalmi. Hamletet persze, hogy eljátszottuk, mert itt volt a László Zsolt. De nem volt olyan értelemben Rómeónk és Júliánk. Nem volt egy tüzes fiatalemberünk, aki tényleg még nagyon fiatal, és ugyanilyen nagyon fiatal a Júlia is. Mert ennek a két szerepnek a kulcsa feltétlenül az, hogy ezek nagyon fiatal emberek. És hogy ezek a nagyon fiatal, romlatlan emberek esnek aztán a két család vetélkedésének áldozatává. Szóval nem volt. És hát akkor tudtuk, hogy múlik az idő, majd csak jön, és hát hál' Istennek eljött ez az idő, mert Kovács Tamás személyében a Rómeót és a színházhoz frissen szerződtetett Ladányi Júlia, aki most végezte az egyetemet. Most tényleg van két olyan színésznőnk és színészünk, aki utána, hogy mondani szokás, szinte kiállt a szerep. Igen, Hargita Iván rendezi, és én azt gondolom, hogy Kovács Tamásban nem csalódtunk. Ugye őt a televízióból ismertük elsősorban, aztán kiderült, hogy egy remek színészről van szó, aki az elmúlt évadban is nagyszerű szerepeket játszott itt. Igen, Ladányi Júlia még ennyire nem ismert, hiszen nem áll mögötte ilyen televíziós karrier, mint Tamás mögött. Viszont szakmai berkekben már nagyon hamar ismerté vált a neve. Én magam is több főiskolás vizsgarendezést láttam, és ott kitűnt ezekben a rendezésekből ez a fiatal, törékeny, külsejű, ám rendkívül belső intenzitással rendelkező lány. És aztán Iván Bánkbánt rendezett vendégként Komáromban, és oda vendégként meghívta ezt a lányt, ő volt Melinda. És amikor hazajött, egészen lelkesen mesélt a munkájáról, és arról, hogy ezt a nagyon nehéz szerepet, Bánkbán Melindáját, ez a fiatal lány milyen tehetséggel és milyen intenzitással alakította, és igazából az ő szava volt a döntő abban, hogy igen, akkor lépjük meg, és szerződtessük le Ladányi Júliát. Remek döntés. No, hát Szabó Magda pedig itthon van Székesfehérváron. Egyrészt nagyon is jól tudjuk, a régi módi történet volt az elmúlt évadban. Ugyanakkor itt járt nálunk nem régiben a Vörösmarty könyvtár meghívására először Piros Ildikó az ő Szabó Magda estjével, aztán Hály János, aki Szabó Magda fogadott fia volt, aztán nem régiben tegnap előtt a Csigaház egy elfeledett legújabb regényét mutatták be, Juhász Anna volt a moderátora, Juhász Gyula lánya, ugyebár egy remek este volt az is, és most pedig jön a csoda, az a szép fényes nap Bagó Bertalan rendezésében. Igen, ez mindig elgondolkodtat, hogy vajon miért nem annyira ismert ez a mű, mint mondjuk a régi módi történet, hogy messzebb ne menjek. Igazából nem találom rá a magyarázatot, mert Szabó Magda művei közül talán az egyik legmélyebb és legmegrázóbb. Ugye közismert, hogy azért szép fényes nap, az a szép fényes nap, ez egy szép őszi nap, azt megelőzően, hogy Vajk fölveszi a kereszténységet és elnyeri István nevet, és erre a nagy eseményre apja Géza Európa szerte egybehívja a fejedelmeket, hogy mindenki legyen tanúja ennek a váltásnak, és ezzel mint egy szimbolikusan az országot is befogadják az európai nemzetek közösségébe. Mi az ára a régi elvesztésének? Mi lesz az ára az újnak? Mit kíván az új? A réginek és az újnak a különleges csatája, ez az egy nap és egy éjszaka története, nagyon erős drámába sűrítve, és hál' Istennek ugye
társulatunk egyik legkomolyabb egyénisége, Gáspár Sándor személyében van egy olyan színész, aki méltán fogja majd azt gondolom ezt a drámát képviselni és megjeleníteni. Ugye, amikor Molnár Ferencről beszéltünk, hogy a világon talán nincs olyan színház, de most Szabó Magdára így ebben a formában ez nem igaz, viszont az életműve most a 100. évforduló megtapasztalhattuk, hogy egyedülálló, tehát remek döntés visz elhozni ezt a darabot. Mint ahogy fontos számunkra Trianon. Fontos számunkra azért, mert ugye nemrégiben 2-3 napja volt a nemzeti összetartozás napja, és nemzeti sorstragédiánkról nem beszélhetünk eleget. És ennek kapcsán én felkaptam a fejem a sajtótájékoztatón, amikor azt mondtad, hogy egy dokumentumdráma ős bemutatóját fogod megrendezni, és beszéltél a szerzőről, aki egy kardiológus főorvos Pécsett, és én megmutatom a nézőknek ezt a kötetet. Ez ugye az első világháborút lezáró párizsi béketárgyalások és a trianoni békediktátum felülvizsgálatára történt kezdeményezésről szól, stb. És én ajánlom mindenkinek, hogy vegyék, vásárolják meg, mert olyan történelmi adalékokkal szolgál, ami azt hiszem, hogy minden magyar ember, az identitását őrző magyar ember számára alapvetés. Viszont hogy lesz ebből egy dokumentumdráma? Ezt még én sem tudom, mert itt, ha már megmutattad a nézőknek, tisztelt kedves nézők, ez kérem szépen 400 oldal, egy normális színdarab pedig, hogyha már 100 oldalnál több, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez hosszú esténk lesz. Tehát nem csak, hogy lesz ebben a 400 oldalból előadás. Hál' Istennek, ezt a kérdést természetesen föltettem az írónak, aki egy évvel ezelőtt keresett meg ezzel az ötlettel, és nagyon nyitott voltam. És akkor ő elküldött ebből egy 130 oldalas átiratot, ami tulajdonképpen a részletekbe nem belemerülve a lényegre fókuszál. De az az igazság, hogy, és én is csatlakozom hozzád, amikor azt mutatom a nézőknek, hogy vegyék meg ezt a könyvet és olvassák el, mert ugye azért, ahogy mondani szokás, az ördög a részletekben van. Arra, az, hogy mi történt Trianonban, azt tudjuk. Hogy történhetett ez meg? Mik vezettek oda? Mi volt az a sok kicsi, apró lépés, diplomáciai praktika, intrika, amelyek a nagy közönség számára tökéletesen rejtve maradtak évtizedeken keresztül, részben azért, mert titkosították a jegyzőkönyveket, részben azért, mert sohasem kerültek nyilvánosságra a színfalak mögötti titkos megállapodások. Mik voltak ezek? Kik voltak ezeknek a megállapodásoknak a szereplői? És hogyan szerepeltek? És ebben nem csak magyar politikusok és történelmi személyiségek játszanak nagyon komoly szerepet, hanem külföldiek is szép számmal. Számítok rá, hogy ez a történet sok vihart kavar majd. De nem lehet megúszni. Legyen és, úgy. És azt gondolom, nem lehet megúszni, mert ezt az írót, Sárosi István, nem lehet azért elítélni, hogy ő valamit kitalált a fantáziájában. Nem, ő csak szorgosan kiásta a diplomáciai jegyzőkönyveket és leírta, ami benne volt. Tehát a Trianon mögötti történetek megértése szempontjából ez, azt gondolom, ez egy nagyon fontos. Ha már egyszer az ország ezzel foglalkozik, és mi is, hiszen ez kötelességünk, és lásd, itt van az Úzvölgye, nem is olyan régi történet. Igen. Én azt gondolom, hogy igenis, hiszen ez történelmi dokumentumokon alapul, ebben egyezzünk meg. Én érdeklődéssel várom mindenképpen. Mint ahogy érdeklődéssel várja, én azt gondolom, minden korosztály a Mágnás Miskát is. Hiszen én azt mondom, hogy ezen már most mosolygunk. Igen. Mert ezt nem lehet másként várni. Valóban. Él bennem egy olyan gyanú, hogy azért ebben nagyon nagy szerepe van a zseniális Keleti Márton féle filmnek, és annak,
hogy abban a filmben aztán tényleg a magyar, a korabeli magyar színészet színe virága benne volt, Sárdi Jánostól kezdve Gábor Miklósig, Gobbi Hildától kezdve Latabár Kálmánig, tehát itt színész óriásokról beszélgetünk, és ezeket, ezt a filmet ezt nem lehetett levenni a mozikból, így aztán, aki soha nem járt színházba, azokhoz is eljutott a Mágnás Miska története és a Mágnás Miska dallamai, amelyeket csak úgy, mint ezt a végtelenül szellemes és jópofa történetet nem lehet megunni. Horváth Csabával érdeklődéssel várjuk, mint ahogy a bónusz előadást is. Ez igazi szenzáció megint csak. Ha Trianonról azt mondtam, ez megint csak, hiszen második János Pál pápáról, Karol Vojtiráról kevesen tudják, hogy kiváló drámaíró volt. És valóban én is közéjük tartozom. Hadd tegyem hozzá, hogy Karol Vojtilával, mint íróemberrel való kapcsolatom egy régebbi múltra tekint vissza, amikor második János Pál pápa először látogatott Magyarországra, és Pécs is a pápa látogatás egyik tervezett állomása volt, és akkor az akkori színház és városi vezetés azt találta ki, hogy a pápa látogatásának tiszteletére mutassuk be a pápa egyik fiatalkori művét. Ez volt a Mi úrunk festője című színdarab, aminek a megrendezésére kértek fel, és terveink szerint ez úgy készült, hogy második János Pál pápa is megtekinti majd az előadást. Tehát ez ennek a lázában égtünk, és így készült az előadás. Akkor ismerkedtem meg azzal, hogy hát második János Pál pápa, az bizony fiatal korában amatőr színjátszó volt, és nagyon komolyan foglalkozott írással. Tulajdonképpen az ezt követő években történt benne a háború hatására egy olyan spirituális fordulat, hogy teljes egészében a vallás felé fordult. A színdarab elkészült, bemutattuk, de második János Pál pápa programja megváltozott, csak a Pogányi repülőtéren szállt le, ott egy nagy szentmisét celebrált, aztán felszállt a helikopterre és elrepült. Ő nem személyesen, de kézhez kaphatta az előadás fehér kecskebőrbe kötött díszalbumát, amelyben fotók örökítették meg az ő fiatalkori művének előadását. Tehát ilyen előzmények után kaptam az Operaháztól a felkérést arra, hogy a másik ismert fiatalkori műve az Aranyműves boltja, ebből készítsünk egy oratóriumot. Az oratóriumnak van egy másik érdekessége, hogy Krisztóf Penderecki, aki a mai élő legnagyobb lengyel zeneszerző, és világviszonylatban is az élő kortárs zeneszerzők fejedelmének számít, nos, ő nagy jó barátja volt főiskolás korában Krisztóf Penderecki Karol Vojtilának, ismerték egymást, és az ő fiatalkori művei, és a második János Pál pápának ez a fiatalkori műve együttesen összefésülve a próza és a zene egy oratórikus művet hoz majd létre. Miről is szó lesz, hogy miről beszélgetünk, mi ez az aranyműves boltja? Az aranyműves, ez egy szimbolikus figura, és tulajdonképpen maga az Úr. Ugye ez csak később derül ki. Van egy érdekes alcíme, és ez mindenkit orientál, azt gondolom, mert a színdarabnak az az alcíme, hogy elmélkedés a házasság szentségéről. És ma, amikor valószínűleg többet beszélünk a házasság válságáról, mint szentségéről, azt gondolom nagyon is aktuális egy ilyen műnek a bemutatása. Hálatelt szívvel gondolunk egyébként hívők és nem hívők második János Pálra. Úgyhogy érdeklődéssel várjuk, nem különben. Azt viszont tudjuk, hogy szerelmese vagy a Pelikán teremnek is, a Pelikán kamaraszínháznak, a Pelikán fogadónak, annak a múltnak, annak a veretes múltnak, amelyet Láborfalvi Róza, Petőfi Sándor képviselt. És most ebben az esztendőben három fantasztikus rendezőt invitáltál meg, hogy mutassanak be egy-egy darabot, Novák Eszter, Teliai Péter és Zsóter Sándor. Kezdjük talán Eszter darabjával, hiszen ez egy egészen, azt mondom, hogy ősbemutató lesz, az Én kis hűtőkamrám címmel.
Ugye már ez az én kis hűtőkamerám, ebben is van valami kis, ebben a kicsinyítő képzőben van valami kis huncutság, mint ahogy magában a szerzőben, aki a kortárs francia színház és irodalomnak egy olyan ismert személyisége, mondjuk Magyarországon leginkább a Pintér Bélához tudnám hasonlítani, tehát egy olyan figurája, különös különc figurája a kortárs francia színház életnek, aki egymagában író, rendező, színész, társulata van, társulatán számára írja a darabokat, de történetesen ez olyan jól sikerült, hogy abban az évben a legrangosabb francia irodalmi díjat, a Molière díjat is elnyerte, és ezt lefordították a francia irodalom iránt vonzódó fordítók, Novák Eszter kezébe került, és igazából először Nagyváradon, mert azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy Novák Eszter egyben a Nagyváradi Szigligeti Színház főrendezője is, és a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. Nos, ott akarta bemutatni, de ott ez szerencsétlen módon elmaradt. És akkor tulajdonképpen már 2 éve rágja a fülemet, hogy figyelj János, itt van egy fantasztikus, ezt meg kéne csinálni, meg kéne mutatni. És akkor elolvastam, és tényleg egy egészen nagyszerű dolog, kicsit hasonlít a Bertolt Brechtnek a Szecsuáni Jólélek című darabjához. Van benne egy érdekes krimiszál, de nem akarom lelőni a poént, nagyszerű szerepek vannak benne, és hát a főszerepet Tóth Ildire bízta Novák Eszter, ami már önmagában azt gondolom a siker egyik záloga lehet, hiszen most épp a napokban láttam a Vágy nevű villamos, az Ildikó szereplésével, és hát megint azért meg kellett állapítanom, hogy hál' Istennek Tóth Ildikó az a mai magyar színház egyik legnagyobb színész egyenisége, aki egyben a társulatunk tagja. Nos, az ő főszereplésével kerül majd nyitó darabként a Pelikánba ez a darab. Aztán jön Telihai Péter, Galón, egy izraeli drámaíró, Megtisztulás, Mikvé című darabja. Azt hiszem, hogy ez is egy újdonság, hiszen ez az izraeli drámaíró is a különleges játékos formáiról ismert. Így van, a Mikvé, ugye, mint egy rituális zsidó fürdőnek az előterében játszódik ez a történet, ahova asszonyok érkeznek, és ahonnan távoznak a hétköznapi életükbe, és természetesen mit csinálnak? Pletykálnak, beszélnek. De ez több, mint felszínes pletyka, mert a pletykálkodás alatt tulajdonképpen kibuknak a drámák, kibuknak a félelmek, kibuknak a frusztrációk. Vannak közte komolyak és mulatságosak, vannak köztük félelmetesek. Aztán az egyik félelmetes, az egyik egyre félelmetesebbé válik, a férfi terrortól való félelem eluralkodik az egyik szereplőn, hagyd tegyük hozzá nem ok nélkül, mert a férje, aki egy olyan típusú ortodox zsidó vallási vezető, akinek a tisztességéhez nem férhet kétség, hiszen ő a főnök, valójában a négy fal között egy brutális gazember, aki ütiveri a feleségét. De hát ilyen nem létezik, az elképzelhetetlen. Akkor most kinek adjunk igazat? A férjnek, vagy a feleségnek? És hát tragikus fordulattal kiderül majd az igazság. Egy végtelenül izgalmas darab, és mindazok, akik a nők frusztrált elnyomásának témakörében izgalmat és érdekességet lelnek, azok biztosan boldogan, vagy kíváncsian nézik majd ezt a darabot. De hát azért, hogy zárójelbe, mi ketten itt beszélgetünk a színházról, de azért ezt tegyük őszintén hozzá, hogy ha lenézünk bármelyik színházi előadás nézőterére, ott 70%-ban nők ülnek. Igen. 80%-ban ők ülnek. Most ennek nem menjünk bele a taglalásába, de minden esetre azt kell, hogy mondjam, hogy a színház nézői rétege elnői esedett, de hát az ő számukra pedig ez a téma biztosan izgalmas. Zsótér Sándor rendezése keretbe zárja egy komédiával, Werner Schwab komédiájával ezt a történetet, hiszen komédiával kezdünk.
népírtása vagy nem funkcionál a májam. Kérem. Igen, szépen. Ez még szerencse, ugye ez az avagy után lévő kis mellékmondat együtt van, és együtt is kell olvasni ezt a címet, mert ha nem lenne, és az ember csak azt hinná, azt hallaná, hogy népírtás, hát nem biztos, hogy olyan nagyon boldogan venne jegyet, hogy most azt akarom nézni, hogy miről is van szó itt népírtás címén, de az avagy nem funkcionál a májam, azért ez jelzi, hogy ezt a népírtást azért nem feltétlenül úgy kell gondolnunk, ahogy így első olvasatban eszünkbe jutna. Verne Schwabról lehet tudni, hogy ő is a kortárs drámairodalom egyik különleges és hagyj tegyük hozzá tragikus sorsú írója. Talán drámaíróként leginkább az ugyancsak tragikus sorsú, de egyben zseniális Fassbinderhez tudnám hasonlítani személyiségét is és írói világát. Nos, hát Kozák stúdió, két olyan darab, az egyik a Bűn és bűnhődés, hogy a Dostojevszkit mindenki ismeri, gondolom én nem csak a színház, de az irodalomrajongók feltétlenül. A színpadi adaptációt nem különben, Hargita Iván rendezi, azt hiszem, hogy ez is egy lépcső. Igen, Ivánnak lassan lesz egy Dostojevszki ciklusa is, ez minden esetre a második próbálkozása, hiszen a Félkegyelmi volt az első, ami szintén egy egészen nagyszerű darab, egy csodálatos történet. Láthatóan Ivánnak van egy vonzódása Dostojevszki világához, és hát ahogy a beszélgetésünk elején azt mondtuk, hogy Molnár Ferencet nem lehet megunni, másfelől Dostojevszkit is se letenni, se megunni nem lehet. Igen, hát ez, és ráadásul Závada adaptáció. Igen, ez mindenképpen még jelent valamit, hiszen ugye a Ahány csillagon az égen annyi Dostojevszki adaptáció, mert mindenki, aki hozzákezd, így vagy úgy a maga szája íze szerint formálja a történeteket. Závadának ez a fajta átirata mindenképpen olyan dolgokat hoz majd ki a műből, amelyek esetleg eddig rejtve maradtak, vagy nem kerültek annyira a figyelem középpontjába. Csónaka vagy az özönvíz előtt gyorsan Bagó Berci rendezésében, és még a Szerelemó Hargita Ivántól. Ez is kettő. Apropó, ugye a Závada párról beszéltünk, és hát fájó szívvel vettük tudomásul Térei János halálát. Igen, ez valamennyiünket megrendített. Talán a nézők nem is értik, hogy miért. Amikor a tragédiát bemutattuk, akkor meghirdettük egyben a tragédia kettőt, vagyis az, hogy négy magyar kortárs író közreműködésével születik majd egy tragédia kettő, amely ott folytatja a történetet, ahol Madács abba hagyta. És a negyedik író, a negyedik felkért író volt Térei János, hagyd tegyem hozzá, egy egyébként előadásaink szorgalmas látogatója. Gyakran járt a színházban, utána leszokott ülni a rendezőkkel, színészekkel beszélni, valamennyien nagyon jól ismertük, és biztosan nagyszerű epizódot is írt volna ehhez a tragédia kettőhöz. Sajnos ez már nem fog megvalósulni. Nagy veszteség valamennyiünk számára. Fájlaljuk. János, köszönöm szépen. Hát még annyival tartom, kedves nézőink, önöknek is, hogy már 29-től, tehát lehet már vásárolni a bérleteket. Én magam már megtettem, tehát kövessék a példámat. És június 30-áig van lehetőségük, hogy megújíthatják régi bérletüket, illetve július 1 és 12-e között megvásárolhatják az újat. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy egy remek évad elé nézünk. És hogy tegyem hozzá, ez lesz a 25. A 400-as jubileum, hát akkor még inkább. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Velünk. Kedves nézőink, Szikora János rendező, a Vörösmarty Színház igazgatója volt a vendégünk, akivel a 2019-es 20-as évad előadásairól beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!